az Inter Miami készen állt. Ezt a paszta. Tényleg ki akar még egyszer ötni a sorba. Megvannak a bőröngyeink. Hát mindjárt elmeséljük, milyen élményeink vannak. Így az ellenőrző kapun, ahogy átjöttünk. Átjöttünk az ellenőrző kapun, és hát szerintem egy olyan 40 percet álltunk sorba, rengetegen voltak, mire nagy nehezen átjöttünk, és tök vicces volt, mert mondták már nekünk előre, hogy itt nem szabad mosolyogni, nem szabad viccelődni, itt nagyon szigorúan kell venni a dolgokat, és csodáltunk, és én szépen mosolyogtam, kérdezgettek, ilyen kérdéseket tettek fel nekünk, hogy mit csinálunk itt, hány táskánk van, van-e benne étel, van-e benne drog, van-e benne alkohol, mikor utazunk vissza, ugyanezeket megkérdezték Somától is. De hát annyira vicces volt, mert tényleg olyan szigorúan kérdezték ezeket, hogy kikik Somát nézte, mert annyira vicces volt, már teljesen leizzadt a tenyere, ahogy hozzáérte az új lenyomat olvasóhoz, ott maradt a kéznyoma. Na mindegy, átjöttünk, az a lényeg. Egyébként, hogyha Amerikába utaztok, akkor ugye a beutazáshoz ez az ESTA kell, ami kb. 21 dollár volt, azt hiszem, 20-21 dollár körül van. Ezt már azért jóval előre meg kell csinálni, és ennyi igazából. Úgyhogy most rohanásba vagyunk, megyünk az autóért, ugyanis 4 óra csúszásban vagyunk. Most futunk az autóért, és hát megmutatom nektek, hogy milyen autót béreltünk, mert az valami elképesztő. Nekem én beértem volna valami kis semmi autóval, de Soma nagyon ragaszkodott hozzá, hogy egy itteni, ikonikus autóval járjunk. És hát megmondom őszintén, nem is bánom, mert nagyon-nagyon jól nézett ki. A Vlogmas részek a 7 órás időeltolódás miatt lehet, hogy egy kicsit később fognak kikerülni ilyen este 7 körül, mert ahhoz, hogy innen kikerüljön, nekem olyan délig föl kéne töltenem, hát nem tudom, hogy sikerül, főleg úgy, hogy eléggé alváshiányban szenvedünk, és a mai nap, ez a mai vlog viszont egy ilyen nagyon rövid mini vlog lesz, pont azért, mert besötétedett így a csúszás miatt, meg amennyit álltunk sorba az ellenőrző kapunál, már 3-4-7 van, és konkrétan még az autóba se ülünk, még a szállodai szobába se jutottunk el, úgyhogy ez biztos egy ilyen megérkeztünk, első benyomás, hogyan jöttünk ki, milyen szervezésben, magunknak szerveztük-e, de ezekről majd egy kicsit később. Nem gondoltuk, hogy este 7-kor ennyire sötét van odakint. Én még úgy terveztem, hogy megállunk egy Starbucks kávéra, de majd úgy látszik, hogy az csak holnap fog megtörténni. Ja, nincs ez a karácsonyi hangulat van itt. Sikeres volt az autó bérlésünk, ugye ezt már előre lefoglaltuk, és hogyha egy ilyen nagyobb árkategóriájú autót szeretnétek bérelni, ahhoz kell hitelkártya, és azzal lehet igénybe venni. És sikerült is nagy nehezen megigényelni a hitelkártyát, de azért ezzel számoljatok, hogy ez egy hosszabb folyamat, és ne hagyjátok utolsó pillanatra. Azt mondták, hogy menjünk le az első szintre, és ott vannak kirakva a sportautók, ott parkolnak, és válasszuk ki azt, ami nekünk tetszik, benne van a kulcs, és már vihetjük is. Úgyhogy most ott olyan izgi, megyünk és kiválasztjuk az autónkat. Azt a... Yeah, you
can take it. Okay. Wow, thank you. Én ezeket így felveszem, hogy itt milyen autók állnak. Azt a mindenit. De Pesten nem ilyen a választék, nem autóbérlés tekintetében. Úristen! Hát baba... Hát mindkettő gyönyörű. Azt a... Nekem amúgy a kék tetszik. Hú, tudod mire hasonlít az eleje? Mint egy cápa olyan. Benne van a kulcs, azt mondta. Ez is kemény. Ó? Ó, hát ide bőven belefér. Milyen rendszáma van? Valami Amerika, valami amerikai. Belemegy az. Ami még tök meglepő volt, az az autópálya használat. Mert itt kérdeztük, hogy hol tudunk matricát venni, hogyan működik ez. És szerintem igen. Nagyon szép. És mondták, hogy lényegében itt nem kell autópálya matricát venni, átmész a kapun, lefotóznak, és utána a kreditkártyáról levonják. Úgyhogy szuper! Indulunk! Ide az autót, viszont itt, ha jól nézzük, akkor itt háromszor annyiba kerül, mint egy ilyen garázsba. Úgyhogy most gyorsan bevisszük a bőröndöket. Egyébként ez a mi hotelünk, a Hotel Ami Ebi, nem tudom pontosan, hogy jól ejtem-e. És nagyon-nagyon jó idő van, annyira kellemes melegszél fúj, hogy most bevisszük a cuccokat, gyorsan szerintem átöltözünk ebből a melegítőből, és felsétálunk a városba, vagy ide a Miami Beach-re. Használni, és igazából ezt amikor akarjuk, kikapcsoljuk, bekapcsoljuk,
valamint van egy kedvezményes kódom is, hogyha ezt használjátok, akkor az első aktiválásnál azt hiszem 3 dollárt vagy 3 euró kedvezményt is ad a vásárlásotokból. Hasznos lehet annak, aki esetleg így külföldre megy. Mivel így, hogy 4 órát késett a gépünk, így megint felkerestem a késettagépen.hu-t, ugyanis amikor Törökországba mentünk, akkor is rajtuk keresztül próbáltuk fölvenni a kapcsolatot ugye a légitársasággal. Van egy bizonyos díj, amit ki kell nekik fizetni, de mondjuk egy ilyen 3 órás késésnél már kötelessége a légitársaságnak, hogy fizessen egy ilyen késedelmi díjat tulajdonképpen, hogy most is írtam a 4 órás késés miatt nekik, hogy segítsenek elintézni, járjanak utána. Ez azért jó, ez a késettagépen.hu, mert nem nektek kell folyamatosan levelezni a légitársasággal, hanem ők elintéznek mindent, és például a török útunk után, ott is ugye 3 órát késett a gép, azt hiszem 250 vagy 300 eurót köteles fizetni a légitársaság nekünk fejenként. Amire még mindig várunk, már kaptak felszólítást is, de kíváncsi vagyok, hogy meg fog-e érkezni, úgyhogy ezt most is azért kipróbáljuk így a Lufthansa az esetében. Már másnap reggel van, elég elfáradtunk tegnap este, és nem tudtam befejezni a mondandómat, ugyanis még tök sok fontos dolog van, amit így el akartam nektek mondani így ezzel az utazással kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy akkor, hogyha már ez a rész az ennyire rövid lesz, akkor legyen tele nagyon fontos információkkal. Mi az Amerika Nekeddel foglaltuk le az utazásunkat. Ők egyébként egész Amerikába szerveznek különböző utazásokat, és arra mennek rá, hogy nagyon-nagyon jó áron, költséghatékonyan, jó árérték arányban szervezzenek utazásokat, a repülőjegyeket megnézik, összehasonlítják a szállásokat, szóval tényleg mindent nagyon-nagyon rugalmasan kezelnek, és nagyon-nagyon jó fejek. A telefonom pont most konvertálja az előző részt, és ott az a programfüzet, amit, vagy lap, programlap, amit ezt írtunk, programokat. És hát tegnap este akartam megmutatni nektek, hogy milyen szép a szobánk, de annyira fáradtak voltunk, hogy így bedöltünk konkrétan az ágyba. Mai a program reggeli strand, fürdés. Halló, mikrofon próba. A mai program strandolás, fürdés volt, annyi, hogy... Annyi, hogy szakad az eső. Egyes embereket már felkapta a szél. Nagyon-nagyon rossz idő van. Ebben az 5 napban. Elszomorító. Azért én még egy kicsit bízom benne, hogy azért jó időnk lesz. Lehet, hogy elmúlik. Azért így az iPhone-okban, ami bele van kódolva időjárás előrejelzés, az azért nem mindig pontos. Mindig Amerikában más, amit nem tudom Magyarországon, de itt beleírja, hogy hány percben várható, hogy elmúlik az esőzés, meg ilyenek. Itt. Persze, nem esik, meg ilyenek, hogy ér az iPhone. És így az árakra visszatérve, tegnap vacsoráztunk egy ilyen nagyon hangulatos helyen, nagyon kis jó éttermet találtunk, és 40 ezer forint volt az a kettő fő étel, amit ettünk. Viszont nagyon jó volt, nagyon nagy adag volt szerintem. Neked nem ízlett annyira? És találtunk egy parkolóházat itt rögtön az Abbey Hotel mellett, és az van állítólag jó áron. Arra is az Amerika Neked adta a tippet. Majd ők mondták, hogy itt lesz parkolóház. De hát lehet, hogy ez az alap. Vagy hát ez, csak hogy erre innen is kezdődik. Ez nem azt mondtam, hogy erre is felkészítettek minket, hogy hol lehet parkolni. Igen, igen, ezt is mondták. Így bejelölte nekünk térképen, hogy mik azok a helyek, ahol érdemes letenni az autót, ahol jó áron tudunk parkolni, és mennyit mondtál? 40 dollár egy éjszaka. 40 dollár. Egy éjszaka, nem egy egész nap? Egy hát egész is azt kérdezte, hogy overnight, úgymond 40 dollár. Nem tudom, hogy eddig lehetne ott a kocsit. Akkor majd most mindjárt adunk egy frissítést, és megnézzük. Upgrade. Ja, nem, update. Update. Elindulunk. Becsöngetett a bizony szemem majani, és ők nem kopog. Úgyhogy ez a rész egy ilyen kis mini rész volt, pont így az időeltolódás miatt, de reméljük ettől függetlenül tetszett nektek, és el tudtunk mondani hasznos infokat. Mindenről leteszem az infoboxba a linkeket, leírásokat. Keresjétek Gézát. Mindent. Igen, az Amerika Nekednél Géza segített nekünk mindenben. Úgyhogy mi most elköszönünk, megyünk reggelizni, és innen folytatjuk a következő részben. Sziasztok!